Pénteken a szabadpisztolyosok viadalával megkezdődött a 2016-os tűzfegyveres országos bajnokság. Nyíregyházán alaposan megpezsdült a sportlövő élet, mivel a tavalyi év végén itt rendezték a diákolimpiai döntőt, tavasszal pedig a Szabolcsi megyeszékhelyen edzőtáborozott az olimpiára készülő magyar válogatott. Most az országos bajnokság rendezésére pályázott az egyesület. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, az MSS kiírt egy pályázatot, ennek a pályázatnak mi megfeleltünk, és úgy döntöttek, hogy Nyíregyházára hozzák a tűzfegyveres országos bajnokságot. Az ifjúsági kategóriában a nyíregyházi csapata a Vareha Attila, Kis Attila, Agárdi Vilmos összeállításban második lett, utóbbi egyéniben is ezüstérmet szerzett. Az országos bajnokságra a legjobb magyar sportlövők érkeztek. A magyar olimpikonok közül a Rióban 5. helyen végzett Sidi Péter, továbbá Péni István, Tátrai Miklós, Szabján Norbert, Egri Viktória és Miskolci Julianna vesz részt az eseményen. Tátrai Miklósnak ezúttal nem sikerült jól a verseny. Valahogyan nem sikerült összeraknom most ezt az egészet. Majd egy-két nap után visszagondolok, és akkor már tudni fogom, hogy mi volt a baj. A szabadpisztolyosok egyéni és csapatversenye után szombaton és vasárnap a szabad és a sportpuskások mérik összetudásukat a lőtéren.